Ez itt a polgármesteri percek, hiszen szerda van, 3 perccel 9 óra után Balogh Feri köszönti az újonnan ránk hangolódókat, de időközben már stúdiónk vendége dr. Kendéné Toma Mária, Kakucs polgármester asszonya. Kezei csókolom, jó reggelt! Mindenkinek jó reggelt kívánok, bármilyen szürke is, azért legyen jó kedvünk. Közben láttam már, volt már értelmezgetés? Hát részben igen, amire főleg ránk vonatkozik, ezeket igenis megtekintettem. Az értelmezés nem az én dolgom, hanem amit oda leírtak, azt be kell tartani, és ezt mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy ez most egy ilyen helyzet, amiben nem lehet másként viselkedni, csak ahogyan előírják. És ez most arra is vonatkozik, hogy kültéren is hordani kell mindenkinek a maszkot, és olyan helyre, ahol nem a családja tartózkodik, olyan helyre szintén csak maszkban menjen be valaki. Azt mondom, hogy a fertőtlenítés az a legfontosabb még ezen kívül, ha hazaér valaki. Én ugye mostanában mindig kesztyűben megyek mindenhová, de ezek után is fertőtleni kell. Mindig az ember úgy meglepődik, a boltból levesz valamit, így kesztyűben, és mondjuk ha nem fekete van rajta, mint most, akkor teljesen meglepődik otthon, hogy úristen, milyen koszos lett a kesztyű. Mert gondoljunk bele, ez akkor is koszos, amikor nincs járvány. Tehát mossunk sokszor kezet, és ez a legfontosabb, hogy vigyázzunk egymásra. Ez most egy különleges történelmi pillanat, mondjuk pillanatnak mondom, de hát sajnos most már hetek, hónapokról szól ez a dolog, melynek a főszereplében mi magunk egyénileg vagyunk, és a mi felelősségvállalásunk van most is fókuszba állítva. Pontosan. Ha valaki nem érzi ezt a felelősséget, az nagyon baj, mert ez most már nem előzmények nélkül való, hanem itt volt a januári helyzet, illetve márciustól ez a helyzet. Tudnunk kell, hogy ami most történik, az példátlan a világ történelmében, és talán nem vagyunk hozzá eléggé felkészülve, hiszen 100 évvel ezelőtt volt a spanyol nátha, de higgyük el, a spanyol náthában nem haltak volna meg ennyien, ha ilyen nagyszerű az orvosi ellátás. Nekünk az a szerencsénk, hogy most már nem halunk meg annyian, de attól ez a vírus még létezik, és komoly károkat okoz mindenkinek a szervezetében. Annak is, aki nem tud róla, és annak is, aki most éppen kórházban fekszik, akiért imáink szólnak, igen. Mindenki gondoljon arra, ma már az ismeretségi körében mindenkinek van betege, nagyon komoly betege. Ha már szóba hoztam, nyilván majd beszélünk a közlönyben megjelent részletekről, ugye az újabb szabályozásokról a rendkívüli helyzet kapcsán, de, és beszélünk persze egyéb másról is a településen történt távolabbi és közeljövőből, és a jelen pillanatról is, de most inkább a jelen pillanat. A jelen pillanatban a járványügyi helyzetről kérdeznék. Mi a helyzet most, Kakucson? Egészen sokáig megúsztuk tulajdonképpen, pedig előre is gondoltam, hiszen aki Pestre jár dolgozni és tömegközlekedéssel, az bármivel találkozhat Budapesten. Tehát aggódtam, hogy korábban becsap a járvány, de egészen szeptember 29-éig kettő betegünk volt, aki valóban beteg volt. De nem tudtuk, hogy szeptember 29-ével valami óriási robbanás fog történni, úgyhogy a mai napig 27-en vannak betegek, bizonyítottan betegek, tehát nem a kontaktokat számolom, hanem a betegeket, én a mai kettőt is hozzátettem, ami természetesen nem esik az embernek jól, mert nem vagyunk egy nagy település, és azért az 3140 főből 24-26 bizonyítottan beteg, az egy nagy számnak mondható. Kérek mindenkit, hogy ezt azért elkerülendő, mindenki gondoskodjon arról, hogy legyen elég fertőtlenítője odahaza, ha a gyereke iskolába jár, akkor hazajövetelkor is, és sajnos azt is kell mondanom, hogy a cipőt, talpát is fertőtleníteni kell, mert annyi mindent hozhat haza egy zárt közösségből hazatérő ember, hogy a cipők talpán is megtelepszik a vírus, tehát szíveskedjenek a cipőket legalább akkor, mikor hazaérnek lefertőtleníteni. Ha már a betegekről, betegségről beszélünk, nyilván az alapellátásra egy picit helyezzük a fókuszt, és ebben is sajnos érintett a család, hiszen kedves férje Károlya az alapellátásban résztvevő házi orvos a településen, és a környező településeken érintettek fertőzés tekintetében a kollégák, ezért hatalmas nyomás helyezetik rá, úgyhogy ha most itt lehetőséget szeretnék biztosítani, hogy mondjuk el, hogy amennyiben lehet a személyes kontaktokat mindenképp kerüljük el, próbálva könnyíteni az ő helyzetét most ezzel. Ezt nagyon köszönném, ha megtennék, hiszen most 8-10 ezer ember az, aki fölött kvázi az én férjemnek van rendelkezési lehetősége. Ezt ne használják ki, hanem inkább használják ki azt a telefonos lehetőséget, ami ma már mindenkinek a rendelkezésére áll. Hívják fel a rendelőt, ami 376-062-es telefonszám, és érdeklődjenek az asszisztensnél. Senki ne induljon el az orvoshoz megszokásból, hanem csak telefonos egyeztetés után. Ezt kérem, mert különben egy hétre, 10 napra biztosan, hogy ilyen sok ember fölött kell majd gondoskodni az én uramnak, tehát kérek mindenkit.
nem csak az ő érdeke, ez mindenki érdeke, ne jöjjenek sokan. Egyszerűen az jöjjön, akivel megvan beszélve, hogy jönnie kell, kérek erre mindenkit. Ma már mindent el lehet intézni, oda lehet érni. Receptér, mindent lehet interneten intézni, nem kell bejönni se szinte, el lehet menni a gyógyszertárba. Kérem, kerüljük a valóban a személyes érintkezést, mert ebből adódik a legtöbb baj. És akkor lassan egy kis visszatekintés az elmúlt időszakra. Elsősorban itt a befejezett pályázatok, kivitelezések, megvalósult projektek kapcsán kérdeznék. Mi a helyzet? Hát a helyzet az most egészen jól állunk, tehát amit befejeztünk az idén, az a belterületi utaknak, nem az idén, tavaly fejeztük be, de igazából most lett használatba véve. A teljesség igénye nélkül a Magyar Falu programban pályáztunk az óvodai udvarra, a játszó udvarra főleg, és nagyon fontos ma már, mert a mi gyönyörű óvodánknak 115 lakója van, vagy 112, tehát a kettő között imbolyog a létszám. Tehát ha kint vannak az udvaron, és manapság inkább az udvari játék a fontosabb, mint odabent, szükségük van több játékra. Úgyhogy egy közel 5 millió forintos értéket nyertünk. Ugyanitt pályáztunk a temetőkerítésre is, és itt is közel 5 millió forintot nyertünk a temetőkerítés felújítására. Ezt már nagyon régen várta a település, a múltkoriból nem részesültünk. Mindenki félreértelmezi az 5000 főn alatti településeket. Ott van egy apró kis aláírás minden pályázatban, hogy 50 000 fő alatti települések pályázhatnak a Magyar Falu programba vesző, ahol a létszám csökken. Tehát a miénk nem csökken, Istennek legyen hála, hanem nő, tehát a lakosság számunk nő, ezért viszont mi kimaradunk a Magyar Falu program nagyobb pályázataiból. Csupán ezekre az 5 millió forint körüli értékekre vagyunk jogosultak, akkor is ezekből is legtöbbször a második körben, mert az első körben azok a kis települések, akiknek a lakosság megtartó képességét akarják javítani, azok kapnak először. Pályáztunk még ezen kívül a Fecske utcai útburkolat megjavítására, hiszen ezt már ígérjük több éve, de csak most sikerült ez. 26 millió forintot nyertünk, 7 millió forintot kell nekünk hozzátenni, hogy ez az út megvalósuljon. Szociális tűzifára is pályáztunk, már megérkezett a tűzifa, 2 millió 700 ezer forintos értékben, ehhez nekünk kellett hozzátenni 270 ezer forintot. A kiosztásáról mikor és hogyan gondoskodunk? A kiosztás az akkor indul el, amikor elkezdjük felvágni, és most ebben az esztendőben, mivel nincsen pénzügyi lehetőségünk arra, hogy bérfelvágással dolgozzunk, ezért most ebben az évben van először, hogy azok, akik maguk is meg tudják oldani otthon a tűzifa felvágását, azok megkapják rönkben, és azok az idősek, elesettek, azok, akiknek a számára fel is fogjuk vágni. Tehát a kiosztás az indul valószínűleg egy héten belül, vagy másfél héten, mert ugyanis egy ember fogja csinálni, ehhez képest, amilyen lendülettel tudja, és amilyen eredményes, az olyan módon fogják megkapni. Mi is fogjuk kiszállítani, hiszen az előző Magyar Falu programban pályáztunk eszközökre, ami a községnek traktort, utánfutót, és megfelelő nagyságú és teherbírású utánfutót nyertünk, ezzel fogjuk kiszállítani is. Tehát ez elindul hamarosan. De hogy egészen kerek legyen, hogy hol nyertünk még pályázatot, tegnap tudtuk meg, hogy a Bölcsődére is nyertünk 90 millió forintot, úgyhogy ez egy nagyszerű esztendő befejezésének tűnik még akkor is, hogy 90 milliót mondtam, remélem, mert én időnként el szoktam téveszteni. Egy nullát kisebbet mondok, hogy 90 ezer, mert ez egy kezelhető szám. Tehát 90 millió forintot nyertünk erre, ami nagyszerű dolog, hiszen a gyerekek száma növekszik, ami örvendetes, és csak egy-két csoportos bölcsődénk van, és így lesz majd kettő. A könnyebbség az, hogy egymás mellett lesznek. Tehát ez a mini bölcsőde, ez egy új épületrész a mostani mellett. Igen. Mikor tudják majd elkezdeni a munkálatokat? Nyilván most még ez egy nagyon friss dolog, közbeszereztetés és a tervezés már úton. Hát tegnapi a pályázat kihirdetésed, vagy tegnap előtti. Az a helyzet, hogy előbb van nekünk a konyha bővítés, amit megnyertünk szintén. Ebben az évben kellett volna. De ebben az esztendőben nem tudtuk, hogy hogyan fogunk kijönni a pénzünkből. Megmondom őszintén, a jövő esztendőt sem tudom, hogy hogyan fogunk tudni kijönni a pénzünkből. De mind a kettőt valószínűleg jövőre kezdjük el, a konyhát előbb, és utána majd, amikor lezajlanak ezek a tárgyalások a bölcsődével kapcsolatosan a pénzügyi rendelkezéseknek megfelelően, akkor azt is elindítjuk.
Ahogy itt látom, most itt májusban értesített a páncélkájú képviselő, hogy hamarosan kezdetét veszi a C-típusú sportpark építése is. Igen, ezt, hát itt is közbeszólt a járvány, és akkor már csak augusztusra lett készen, július végére. Beátadtuk, igen, és nagy örömömre szolgál, hogy mindig mondják a gyerekek, hogy voltak kint, és boldogan használják, és mi akkor megígértünk egy játszóteret nekik, hogy oda abba a sarokba, ez egy védett sarok, nagyon jól védett gyerekek számára, gyerekes szülők számára különösen, és így aztán meg is csináltuk, már több mint két hete használatban van a játszótér, fantasztikus mászó komplexummal, ahol van csúszda is, van két hinta, és van egy drótkötélpálya, ami különösen kedvelt a gyerekek körében. Apróságnak tűnik, de mégis nagyon jó, amikor egy-egy ilyen nagyobb projekthez apróságként, de magánfelajánlásból azért kicsit ki lehet bővíteni ezeket a dolgokat, és itt is volt. Igen, hasonló. Ez egy fantasztikus jó érzés volt, mert sietnünk kellett az átadással, és az volt a kikötés, hogy padnak lennie kell. Tehát aki kijön, az valahol letehesse a ruháját, és le tudjon ülni egy picit, és lihegjen egy kicsit az edzés után. Így magánfelajánlásból családok ajánlottak fel padokat, és így egyszerre megvettük a négy padot, és meg tudtuk nyitni rohamléptekben. Úgyhogy ezzel azért nagy örömet szereztünk mindenkinek, és én is örülök. Haladunk tovább, érkezik a Felsőhomokhátság által kiírt pályázatra érkezett hiánypótlás megtárgyalása. Egy nagyszerű segítség különben minden település számára a Felső-Homokhátsági Vidékfejlesztési Egyesület, hiszen olyasmikban is nyújtanak segítséget, amit nem is hinnének el, tehát azok, akik kisvállalkozók, civil szervezetek és az önkormányzatok is, ezekre a pályázatokra a legnagyobb segítséget megkapják. Tehát nem lehet az kifogás, hogy nem pályázunk, mert nem tudjuk megcsinálni. Mi pályáztunk, meg tudtuk csinálni, és nyertünk egy fantasztikus Bose nevezetű hangosító rendszert, ami nekünk azért különleges, mert soha még ilyen minőségű rendszer nem működött Kakucson. Tehát örültünk neki. Most ezt még az utófinanszírozásúra, várjuk a visszafizetést, reméljük minden kifogásukra válaszoltunk, mármint a kifizetőnek, és reméljük, hogy hamarosan megkapjuk ezért a pénzt is. Szerintem, aki audiotechnikában otthon van, az pontosan tudja, hogy milyen minőséget képvisel a Bose. Szerintem nem lesz rá panasz, tehát fantasztikus a dolog. Nyilván most már csak rendezvény kell hozzá, hát ahol majd hallható lesz. Igen, igen, a rendezvényekkel sajnos negatívunk van. Na és a gyermekorvos Újhartyán teszi székhelyét. Igen. Június 30-án kérte ezt tőlünk, hogy a január 1-től Újhartyánban szeretne dolgozni. Bizonyára jobb körülményeket is kapott Újhartyánban a gyermekorvos. Kívánunk neki sok sikert, jó egészséget, de ő fog helyettesíteni Kakucson is januárban, addig, amíg nem találunk másik gyermekorvost. Tehát ez ugye a gyermekorvos egy különleges helyzetű orvos, és nem is nagyon végeznek frissen, de azért kutatjuk a lehetőséget, hogy kik azok, akik el szeretnének jönni hozzánk, és készülünk rá, hogy az újonnan megvásárolt mellettünk lévő épületben egy szolgálati lakást átmenetileg, ameddig nem tud mást számára, saját számára felmutatni, addig tudnánk biztosítani neki, tehát nem csak úgy hívjuk. Egyébként is minden segítség jól jön, témát váltok, egyébként is minden segítség jól jön, de a mostani időszakban meg végképp. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével a higiénia és fertőtlenítő szer csomagok kiosztása került sor. Igen, ezt kétszer tavaszon, illetve tavasszal nyáron kettőt indítottunk meg. A Molnár Lászlóné volt az, aki a másodikat összeállította, és a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal mi jó együttműködésben vagyunk, és ők ilyenkor mindig vállalják a kihordását, a személyekhez eljuttatását. Ez 110 család, ami nem azt jelenti, hogy csak romák vannak benne, hanem azok, akik hátrányos helyzetű családok, azok kapták meg. Az őszi időszakra viszont úgy döntöttem, hogy nem fertőtlenítési csomagot viszünk ki, hanem Sárosi Nándornak a segítségével, aki a helyi az újhartyáni gyógyszerész, összeállított egy 5500 forintos csomagot mindenki számára vitaminból, amire most ebben a szörnyű időben, úgy értem a szörnyűt, hogy nedves és hideg, tehát ilyenkor ez jobban segít, mint hogyha most fertőtlenítőt vennék, hiszen azért a kézmosást és a fertőtlenítést már megtanulták az emberek, tehát az nem olyan elérhetetlen, mint mondjuk a vitamin az ilyen családoknak. Díjazottakról, díjakról beszélni mindig örömteli dolog, most erre kerítünk egy kis sort. Március 15-én elmaradt sajnos a rendezvény, de ettől függetlenül a Kakucsért érdemérem átadásra került. Igen, igen, nagyon örültünk neki, hogy el is fogadta a jelölést Horváth István tanár úr, aki azért rengeteget tett a település, hát azt mondjam, hogy a járás kézilabdájáért, hiszen az ő tanítványai azért szerteszét szórottak a járásban, és mindenütt megszerettették a kézilabdát, és hát nem menjünk messzire, Prohászka Csaba is,
és az összes többi emblematikus fiú azok mind általában Kakucson végeztek, és másutt folytatták, ez büszkeség számunkra, és úgy éreztük, hogy itt az idő, hogy megköszönjük neki ezt a fantasztikus munkát, amit ő végzett a faluért és a kézilabdás gyerekekért, sportolásért, sportszervezőként és pedagógusként. Úgyhogy örömmel gratuláltam neki, amikor átadhattam a díjat. Szeptember-októberi testületülések témája szokott lenni a Bursa Hungarika pályázat, és ezen való indulásról is döntött a testület. Természetesen mindenkit támogatunk, aki erre alkalmas, és mi őszinte ezek nem nagyon veszük figyelembe, hogy mennyi a család jövedelme, csak tanuljanak. Tanuljanak a gyerekek. Az a lényeg, hogy felsőoktatásban is reprezentálják Kakucsot, ne csak a középfokú oktatásban. Ettől az esztendőtől minden 65 év feletti lakosnak a karácsony közeletti alkalmából támogatás csomagot nyújtanak. Nyilván ez is most egy kicsit át lett értékelve, át lett gondolva, hiszen a személyes ajándékozás és így módon nyugdíjasoknak esetleges karácsonyi ünnep keretében történő átadás, ez most kizárt. Most már kijött ugye ismételten a közlönyben a rendeletre utalva a határozat, hogy ezek sajnos el kell tekinteni. Milyen módon is akkor mit kapnak a 65 év feletti lakosok? Igen, ezt most ebben a formában váltjuk valóra, ahogyan a község nyugdíjasainak szoktuk. Tehát egy bevált dolog, megkerestük a község élelmiszerboltosait, azok vezetőit, és megkértük őket, hogy lennének-e szívesek közreműködni ebben, és egy utalvány, amit az önkormányzat állít ki, a községben fellelhető élelmiszerboltokban váltható majd be december elejéig. Tehát ez egy 4000 forint értékű utalvány mindenki számára, aki elmúlt ebben az évben, szeptemberben 65 esztendős, azok kapnak most az idén. Ugye a korlátozó intézkedéseket már megelőzően október 23-i ünnepély sem olyan volt, mint ahogy az szokott lenni. Kakucson is rendhagyó módon sikeredett megtartani. Hogyan? Igen, ez egy előtte gondoltunk róla, mielőtt még egyáltalán megszüntettük volna, vagyis hogy kijött volna a rendelet, hogy nem lehet ilyent tartanunk. Úgyhogy előtte gondoltunk arra, hogy fölvesszük a műsort magát, mert hogy az idősebbek már nem nagyon jönnek el, gondoltuk, hogy kevesebben lesznek, és hát ha a fiatalok is kevésbé mernek kijönni, és így Kakucsi Csernák Zoltán segítségével egy nagyon-nagyon szép műsort tudtunk összeállítani, illetve az összeállítást a Csernákné Marika végezte, de igazából magát a filmet, amely a korabeli híradóknak és a megmaradt ficni-facni filmekből összeállította Kakucsi Csernák Zoltán, és fantasztikus hatása volt, mindenki dicsérte őt, úgyhogy köszönjük szépen ezen az úton is. És nem tudom, hogy említette már, ugye volt a higiénés és fertőtlenítő csomag a romai önkormányzat segítségével, de volt egy másik csomagosztás is, ahol szintén közreműködött a romai önkormányzat, a roma nemzetiségi önkormányzat, ahol viszont ilyen nőgyógyász segítségével összeállított csomagokat osztottak ki. A Sárosi Nándor gyógyszerész. Bocsánat. Gyógyszerész segítségével, mert őre hagyatkoztunk. Végül is ő a szakember, ő tudja, hogy melyek azok a csomagok, amelyeket érdemes egy családban szedni ebben a nedves időszakban. Úgyhogy ő segített nekünk. Úgyhogy köszönjük szépen, egyet fáradt vele, másrészt pedig a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, és Drupa János vezetésével ők vitték ki. A másik dolog az meg az, hogy nyilván időszerű, hogy mikor ültet az ember fát. Itt most volt rá lehetőség. 2000 darab facsa ment a rendkívüli szabadtéri edzőterem környékén. Gondolom, ott kaptak leginkább helyet. Nem csak ott, hanem ha már rendeltünk, akkor 2000-et rendeltünk. Ez sövényén nyírható szil, tehát olyan szerepe is lesz majd, hogy eltakarja és szabályozza a bejárást, közlekedést, hogy azért az embereknek tudják, hogy és nem akartunk kerítést, hanem akkor inkább ebből a szílből fogjuk nyírni, de ezt a kerítést fogjuk körbehúzni a temető bővített részének. Egy fél hektár temetőbővítés van a temetővel szembeni oldalon, mármint hogy a temető utca másik oldalán, és ezt a fél hektárt is ezzel a sövény jellegű, vagy lehet, hogy megengedjük, hogy fa legyen belőle, ezzel fogjuk be. Tehát, hogy milyen magas az, attól függ, hogy mit szeretnénk, hogy mennyire árnyékoljon. Először nyírjuk kisebbre, hogy jó, fogja a szelet is, és ne legyen tulajdonképpen olyan jól belátható, meg átjárható az egész, úgyhogy az is ezzel. Azért vettük a Bátszalókon, mert ugye ez egy elég messze lévő település, de akartunk venni itt, és itt 1000 forint volt darabja, ugyanez a méret.
Hát és hatalmas, ott 15 ember. Forint darabja. Úgyhogy úgy gondoltuk, és ki is szállították, mert 1000 fölül rendeltünk, úgyhogy nem szállították, most hozzák vasárnap. Tehát hogy lehet, hogy már meg is hozták, nem is tudom, hirtelen, hogy melyik vasárnap mostanában összefolyik az embernek a napja, mert jószerűen minden nap ügyeletben van az ember, teljesen mindegy, egyelőre hogy milyen nap van. Most el lehet ültetni, ugye? Most ez az idő. Most kezdjük, igen, mert most van itt az ideje így igazából, és akkor jobban meg is fogja az ilyen kis 2 éves csemete. A másik örvendetes hír itt a környékbeli települések vezetőivel, erről már beszéltem, talán mi is említettük már, de erről nem lehet eleget beszélni. A Budapesti Fejlesztési Központ tájékoztatása szerint végre, nem mondom, hogy kisvártatva, mert nagyon sokára, de hozzányúlnak, úgy néz ki a Budapest Kőbánya-Kispest-Lajosmizse-Kecskemét vasútvonalhoz, és elkezdik fejleszteni, és ugye, ha jól tudom, Gyálék teljesen 2x2 pályát is kap, tehát ott biztosított a párhuzamos közlekedés, és onnantól is nyilván egy teljes fejlesztés várható. Igen, megkerestek levélben a Vitézi Dávid vezette szervezet, hogy nyilatkozzunk arról, hogy ez minket mennyire befolyásol, illetve van-e olyan távlati településrendezési tervünk, ami érintené a vasútvonal fejlesztését. Tehát, hogyha, hála Istennek, nekünk ilyenünk nincsen, tehát, hogyha a vasútvonalat bővíteni, villamosítani akarják és modernizálni, az nekünk nagy örömünkre szolgál. De mivel leszoktatták Újhartyán, Újlengyel, Kakücs lakosait, hogy vasúttal járjanak, mert nem ment ki a Volán busz, vagy ha kiment, nem várta meg a vonat oda-vissza párját, tehát az eléggé nehézé tette a kakucsiaknak, és így leszoktak róla. Javasoltam, hogy ezt tegyék vissza a programjukba, mert akkor sokkal nagyobb lesz a felhordás a volánbusznak lakosság számarányosan, hiszen sokan mennének, akik ott dolgoznak Kispest környékén, inkább vonattal, mint busszal. Bár nagyon jó az autóbusz közlekedésünk, és így az autóbusz közlekedésen sem volna akkora a zsúfoltság. Választ nem kaptam, illetve a saját szájából hallottam a Vitézi Dávidnak, hogy ez olyan 7 éven belül megvalósul. Ez azért nem nagy táv, különösen azoknak, akik fiatalok, mert tulajdonképpen most indítják a kisajátítást, ha lesz olyan hely, ahol azt a 2-es vonalat meg kell valósítani, és ezek azért elég húzós dolgok, mire ez lezajlik. Az a 7 év, akkor ő azt mondta, hogy nem az optimista számítást mondta, hanem a megvalósítás lehetőségét. Hát az nincsen olyan messze, úgyhogy remélem, hogy a fiatalok már boldogan fogják használni ezt a vasútvonalat. Valamiért az az érzésem, hogy ezt már nem merik tovább húzni. Szerintem ez már biztosan megvalósul, és a Vitézi Dávid által elmondottak is ezt erősítik meg, hogy itt nincsen feltételes mód, itt az idő is majdnem, hogy belátható, ahogy ön is mondta. Így van. Örvendetesen jó hír, szerintem itt ennek tömkelegéről beszéltünk már eddig is, de hát pláne, hogyha egy nagy mamut cégek keresik meg a település vezetőjét, az is már eleve. Hát nem is tudom, felcsillantja az ember szemét, de hogy a Magyar Posta és a Takarékbank ZRT képviselői keresték önöket. Igen, mi tudtuk, hogy lesz valami változás a posta és a takarék között, és nagyon rossz híreket is kommunikáltak mi felénk, már nem a Takarékbank és a posta, hanem az emberek találgatása, meg amit hallottak, hogy nem lesz csak 9 kilométerenként, és akkor úgy kiesik ki. Ez így mindenkinek egy égető kérdés volt, hiszen egy település, ahol posta meg takarék van, vagyis létezik a banki és postai szolgáltatások közvetlen elérése, az egy mindig kényelmesebb településnek mondható. És megkeresett a két vezető, a területi vezető, akik eljöttek, és beszámoltak arról, hogy kísérleti rendszerben elindítják Kakucson is, hogy egy helyre költözik a kettő. Tehát, hogy gyakorlatilag mind a két formáját egyszerre tudják elérni a szolgáltatásoknak a lakosok. Ez szerintem nem egy hátrányos változás, mert egyrészt örülünk, hogy megmarad a posta is, és a takarékbank is a faluban, hanem hogy ez mind a kettő egy helyen lesz, és gyakorlatilag 3 lépés távolságban lesz a két ablak egymástól. Ez azt hiszem, hogy nem fárasztóbb, hanem inkább mindenki számára egy könnyebbséget jelent, hogy egy helyen tudja ezeket elvégezni. Decemberben kezdődik, november végén az átalakítás, ehhez kell egy nagyfokú olyan internetes és egyéb elérhetőségnek a kifejlesztése, ami a postának külön kell, és hogyha elérik azt is, hogy a sportfogadást is meg tudják oldani, és megkapják rá az engedélyt, hogy egy banki fiókon belül legyen ez, akkor az is elérhető lesz, és ezen dolgoznak most, ezért lesz januárban körülbelül elérhető a megváltozott helyzet. De én magam örömmel fogadtam, hogy nem megy el egyik sem. Mind a kettő marad, és mind a kettő elérhető lesz, ráadásul egy helyen. Van egy kívánságlista, amit a Pest megye kért a településtől, bárcsak minden megvalósulhatna. Nyilván ezeken belül is vannak prioritások. A településnek milyen legfontosabb jövőbeli tervei vannak?
Őszintén szólva, amikor megkérte erre engem a Pest megye elnöke Szabó István úr, akkor el is gondolkodtam, hogy hogyan priorizálnám én, hogy mi legyen a jövőben. Nagy felelősség egyébként, de tudom, hogy nem rajtam múlik a megvalósulás. Tehát, hogy az, hogy én most mit teszek előre, az teljesen az én gondolatom. A megvalósítás lehetőség az állami finanszírozástól és az Európai Uniós leendő költségvetéstől függ. Ezért kellett ezt nekünk összeállítani, hogy a költségvetésbet be tudják végül is valahogyan emelni. Mi a, tulajdonképpen én nem gondoltam volna az első helyekre, de így jött vissza a papír, az M5-ös csomópont kialakítása, ugyanis ez egy olyan óriási összeg, és szinte lehetetlen ma már kivitelezni, hiába van nekünk ott saját területünk. De hát úgy vagyok vele, hogy a terveinkben akkor is benne kell lenni, hogyha nem az első helyen, akkor a közeljövőben meg kell, hogy valósuljon, hiszen van egy technikai sportpálya ott, amelyiknek a megközelítése elég nehézkes Inárcson, illetve Újhatyánon keresztül lehetséges, és ezek azért elég nagy létszámú rendezvények, bármelyik van, és a hét majdnem minden napján van rendezvény, ez nagyon sok. És ezért ezen kívül ott van ugye az Európa hírű Deák udvarház, amelyiknek szintén nagy látogatottsága. Sajnos most együtt érzek velük ebben a lezárásban, mert azért ez megnehezíti az ő dolgukat is, de ennek ellenére ez nem lesz mindig így, tehát a továbbiakban is nagy létszámú rendezvények lesznek ugyanott. Tehát előbb-utóbb lesz egy lehajtó, és ezt nagyon szeretném, ha lenne. De ugyanígy benne van, tehát első helyen nyilvánvalóan a belterületi utaknak a fejlesztése. Hát összeszámoltam a kilométereket, 14 kilométer utat kellene nekünk felújítani. Olyan állapotban vannak, hogy ezeket feltétlenül szükséges lenne. Saját erőből lehetetlen megoldani az utaknak, és mindenkinek a tudomására kell hozzam, ha pályázunk valamire, azt csak arra lehet felhasználni, amire pályáztunk, centiméterre és fillérre, másra nem. Tehát, hogyha nyertünk 90 milliót bölcsödére, akkor azt nem tudom az utakra fordítani, és fordítva, ha az utakra nyerünk, azt nem tudom a bölcsödére. A temetőt bővíteni kellett, a település rendezési tervben fél hektárnyi területet jelöltünk innen. Most ennek a területnek és a régi terület összekötése az elég nagy tereprendezést igényel, úgyhogy erre viszonylag sok pénzt kell még félre tennünk, illetve hát csak európai vagy állami pénzzel tudjuk megtenni. A központi parkot, hát igen, ennek a kialakítása alatta van, hogy a faluház megépítése. Megvásároltuk ezeket a telkeket azért, hogy a faluháznak megfelelő négyzetméter álljon rendelkezésére, hogy a terveket elvégezzük. Két évvel ezelőtti tervek szerint ez 360 millió forintba került volna. Nem gondolok bele most hirtelen, hogy ez mennyibe kerülne most. Tehát ez is egy középtávú program lehet, de ez együtt járna a központi parknak a kialakításával, mert ugye közvetlen mellette lenne. Ezért kellene egy nagy parkrendezést összehozni, mert előtte is lenne egy park, tehát a kettőt összekötni, lezárni a szervézutat, ez is egy nagy beruházásnak számít. Az egészségházat bővítenünk kell, mert hogy, mint köztudott az én, mi építettünk egy házat, és mi abban építettünk egy rendelőt is akkoriban, mert szükség volt a gyógyszertár számára, és az ott, tehát az volt szolgálati lakást is átadtuk, és akkor így arra szükség volt a községnek, de hát ha mi elmegyünk, ugye nem biztos, hogy a gyerekeink azt szeretnék, hogyha ott rendelő lenne, tehát kellene egy orvosi rendelőt kialakítani az egészségházban. Ez is egy kicsit nem túl messze lévő terv, persze. A szabadtéri edzőpálya mögött egy rekreációs övezet van kijelölve, tehát a továbbiakban is ezt szeretnénk erősíteni, szeretnénk még oda egy futópályát kiépíteni, ami most azért nem jött létre a szabadtéri sportparkkal, mert 12 millió forintot kellett volna önrészként belefizetni, ezt azért nem tudtuk ebben a helyzetben vállalni, és nem csak az, hanem még pihenő, kiülő, főző, pihenő helyeket szeretnénk kialakítani, amire szükség van, hiszen a településre sokan költöztek be, és mi azt szeretnénk, ha mi is ismerhetnénk őket, és ők is ismerhetnének minket. És az közösségi terek nélkül szinte lehetetlen létrehozni, úgyhogy mi reménykedünk abban, hogy az ilyen beruházások meghozzák a hasznukat. A szociális bérlakásoknak a fejlesztése elmaradhatatlan most már, de szintén nem lehet községi pénzből megoldani. Ez van benne. Valamint, ami a legfontosabb szerintem, de mindegyik a legfontosabb, ha így végignézem, járda és kerékpárút kialakítása a főutcán végig. Ez egy akkora igény ma már, hiszen minden annak azon az oldalán van, ahol az egészségház van,
Szinte minden azon az oldalon van. Az iskola, a templom, arra kell elmenni, a temetőbe, az önkormányzat, a könyvtár, a leendő, közösségi ház, a posta, a takarék, minden azon az oldalon van, tehát egy ilyen nagyon hosszú településen, ahogy mi most 3 kilométer hosszat mondunk, persze a dabasiak messze viszik a pálmát, de nekünk ez a 3 kilométer járda és kerékpár út nagyon fontos lenne, és nagyon sokba fog kerülni. Kicsit visszatérnék egyébként, szociális bérlakások fejlesztése, szociális bérlakások vannak jelenleg? Igen, természetesen, annak az önkormányzat tulajdonában van, még 9, illetve 11 között mozog a számuk, tehát ez a mi tulajdonunk. Hát ismert, akik laknak benne, azok nem mindenkik fizetik a lakbért, és hát a lakbér olyan minimális pénz, hogy abból mi nem tudjuk felújítani. Eseti problémákat tudunk megoldani, de valójában nem tudjuk ezeket a lakásokat megfelelő állapotba hozni állami pénz nélkül. Mik a 2021-es tervek? Nyilván vannak itt átfedések, de többé-kevésbé azért azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon... Talán az nem túl negatív a hangzó, hogy álomszerű lista, de ha valaki megkérdezi, nyilván ezeket kell felsorolni, de mi az, amiből ebből reálisan, vagy ezen kívül reálisan megvalósulhat 2021-ben? Ami biztos, az óvodánál lévő konyha, az óvoda udvari játékok kihelyezése, ami biztos még, ugye most nyertük meg a bölcsődét, el kell indítani, az kerül még megvalósítani, az út felújítás minden évben fontos, és minden évben teszünk valamit ezért, hogy meglegyen. Tehát ez a legfontosabb, ez a 4 területe a településnek, amit mindenképpen a jövőben így úgy, de javítani fogunk. A gasztronómia is borszakember véleményével fogjuk majd zárni, de előtte ugye mondtam, hogy a közlönyben megjelent friss rendeletek értelmezésével egy picit azért foglalkozunk. Minket is hívtak, és ahogy beszélgettünk adáson kívül, polgármester asszonyt is. Itt elsősorban bizonyos nem melegkonyhás vendéglátóhelyek érdeklődtek a nyitvatartás felől. Azóta itt beszélgettünk, és többé-kevésbé hát egyértelmű a véleményünk, ami természetesen az a véleményünk, hogy ahol be lehet ülni, az a forma megszűnik mától. Nincs beülős. Azt lehet, hogy megvásárol valaki és elviszi magával, de beülni sehol, elfogyasztani még egy kávét sem lehet. Tehát ezt mindenkinek tudom, hogy teljesen mindegy, hogy ez most cukrászda, vagy elvitelre mindenki bármit előállíthat, bármit árusíthat, de nem lehet beülni és ott elfogyasztani egy kávét sem. Tehát még egyszer a vendéglátóhelyek, aki nyilván ezeket lehet részletezni, hogy csak italkímérő vagy melegkonyhás étterem, teljesen független a vendéglátó étteremben, helyben fogyasztás nincs. Semmilyen formában. Így. Semmilyen pici formában. Na és akkor most a kettő az egyben, egy kis gasztronómia, közelednek az ünnepek. Mária, hogyan? Megvan valami a fejben, valami recept, valami elképzelés? Hogy abszolút. Mivel... Na, valamiért éreztem, hogy ez így nem, lesz. Nem így készültem, erre nem is készültem, nem. Azért van meg ez, mert ugye mi ketten vagyunk, tehát hogy mi gyakorlatilag át kellett alakítani a karácsonyi ételsort, és a szokásos mákos gubán kívül, ami ugye általában szenteste van, és a halászlé, mert én Duna melléki lány vagyok, tehát nekem halászlé... Halászlé nélkül nincsenek ünnepek. Nincs, annélkül nincsen. És természetesen... Tésztával vagy tészta nélkül még? Mi Duna mellett lentebb vagyunk, Bajához közelebb, tehát mi a tésztás változatban vagyunk érdekeltek. Úgyhogy az lesz feltétlenül, és hogyha az Ócsai hal és egyéb boltban tudok hozzájutni, akkor lesz tényleg valami egyben hal, ami nekünk 2 napra tökéletesen elég, és mivel hamarosan jön a szilveszter, akkor lesz megint kocsonya, mert azt ugye lehet hétfőtől enni, az egy szerencsét hozó és lencsefőzelék. És nem akarom túlturbozni, hiszen ketten vagyunk, és mindig már rá kellett jönnem nehezen, már nagyon rég elmentek a gyerekek hazúról, de körülbelül olyan 1 éve, hogy rászoktam, már visszaszoktam erre a kicsi ételsorra. És süteményt meg igazából nem szívesen csinál az ember, mert megesszük. Több okból az emberek most tartanak attól, hogy tumultosok alakulnak ki a különböző bevásárlóhelyeken, élelmiszerboltokban. Nyilván a járványhelyzet miatt az ünnepek közelette zsugorodott a nyitvatartás. Mit tanácsol, hogy mit érdemes már akár ideje korán beszerezni, ami nem romlik, ami eláll, ami úgyis majd kell, amivel nem azt mondom, hogy be lehet tározni, de előre meg lehet vásárolni. Be lehet tározni. Minden olyat, ami nem romlandó, meg lehet előre venni. Tehát a diót, mákot már most meg lehet venni, azzal nem kell várni, tehát hogy, és nem is kell ahhoz nagy bevásárlóba menni. Igyekezzünk megszerezni ezeket a dolgokat a helyi boltokban, különösen azért, mert a helyi boltok nagyon rá vannak arra szorulva, hogy vásároljanak náluk az emberek, a multik, ahogy szokták mondani, túl fogják élni. Bármilyen is, mert oda mindig tömegesen mennek.
Ezen kívül előre el lehet készíteni a tölteléket körülbelül egy héttel, hogyha valami töltöttet süt valaki, vagy főz. Azt be lehet tenni a fagyasztóba, és akkor aznap csak kivenni, hogy szobahőmérsékleten betölteni abba a húsba, akár dagadó az, akár tyúk, vagy pulyka. Ezeket meg lehet csinálni. A pulykát amúgy is néhány nappal előtte kell egy kicsit érlelni a hűtőszekrényben, tehát nem kell azt, nem kell utolsó napra hagyni semmit. Mindent meg lehet előtte csinálni, sőt, majd, hogy nem a sült pulykáig bezárólag. Tehát nem kell semmiért tumultusért menni a szomszédba. Idősebbeknek, ha tehetik, rendeljenek online. Hozzák házhoz. Megmondom őszintén, mi is így csináljuk. Meg lehet tenni, hogy kiteszi az ember ezeket a színes szatyrait a járdára, jön az illető, belepakolja, távozik, nem is találkoztunk. Tehát, hogy ez egy járható út, és az idősebbek próbálják ki ezt, nem kell elmenni mindenki, sőt, a fiatalabbak is, hiszen vannak olyan emberek, ott van az unokahúgom, aki most várandós, ő sem, ő is online bevásárol. Egyszerűen nem hajlandó így az emberek közé menni. Most egy kicsit fogjuk vissza magunkat, ez a karácsony egy kicsit más lesz, mint a tavalyi akár, akkor még csak a szele volt a járványnak, most a járvány maga van itt, ő a nagyobb úr, erre azért vigyázzunk, ne járjunk össze, ne köszöntgessük egymást, jönnek a nagy névnapok. Én gasztronómiai szakértő létemre azt mondom, hogy most ne ez legyen a fontos. Most az legyen a fontos, hogy jövőre sokakkal találkozhassunk újra. Közös felelősségünk, hogy igen, megállítsuk ezt a járványt. Nagyon szépen köszönöm, dr. Kendéné Toma Mária volt a vendégünk, Kakucs polgármester asszony, szép napot kívánok! Köszönöm szépen, viszont hallásra!